ezt a kérdést abban a vonatkozásban kell feltenni, hogy mit is értünk modernitásra. Ugye? Köszönöm szépen, ennyit akartam mondani. Igen, egyéb közönségreakció. Akkor visszaadnám a szót a szerzőnek és az opponensnek. Hát köszönöm szépen, én elfogadom, nagyon érdekes megjegyzések voltak. Ezek a fejemben részben megfordultak korábban is, tehát élő problémákról van szó, és hát próbálom elrendezni magamban ezeket a dolgokat, és hát tervbe vettem, hogy majd folytatom én ezt a problematikát más szerzőkkel, és más aspektusokkal kiegészítve, és akkor meglátom, hogy mire fog majd jutni. A megjegyzéseket köszönöm szépen. Igen. Balogh László Leventének van-e? Nekem annyi lenne itt a részben a hozzászólásokhoz fűzném azt hozzá, hogy ahhoz, amit a Szűcs Laci mondott, hogy az alapvető problémák azok, az alapvető problémákat én abban látom, vagy legalábbis részben abban látom, hogy vannak bizonyos alapvető különbségek, meg vannak bizonyos alapvető differenciák, meg nyilvánvalóan növekvő különbségek, de nem önmagában a különbség a probléma, hanem az, hogy ezeket a különbségeket, ezeket diszkurzív módon meglehetősen könnyű naturalizálni, illetve hát tulajdonképpen ilyen rasszista felhangokkal megtölteni, és gyakorlatilag kulturalizálni az egészet, és akkor azt az egészet úgy föltüntetni, azokat a különbségeket, amik egyébként minden ember között megvannak, de úgy föltüntetni, mint ilyen áthidalhatatlan identitás problémákat. Most ugye az a helyzet, hogy addig, amíg nem identitás problémaként jelennek meg ezek, addig azért van esély arra, hogy ezt ilyen, olyan, amolyan módon meg lehessen oldani. De abban a pillanatban, amikor ezek ilyen identitás problémává válnak, és ezek az identitások, ezek eleve úgy vannak meghatározva, hogy egy másikkal szemben vannak kijelölve, onnantól kezdve ez borzasztó nehéz lesz megoldani, vagy egyáltalán bármilyen közös nevezőt kijelölni. Ráadásul ugye az is egy nagyon, nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen itt ugye, amit a Laci is mondott, vagy amire Lajos is utalt az a kapcsolatban, hogy mondjuk a török vendégmunkások integrációja, vagy a párizsi elővárosok fiataljainak integrációja. Én nem tudom, lehet, hogy túlzottan naív vagyok, vagy egyáltalán csak hiányosak az ismereteim, de hát ugye itt nagyon sokszor egyszerűen arról van szó, hogy valakik hajlandóak alkalmazkodni, vagy nem hajlandóak alkalmazkodni. Itt igazából ezek az integrációs modellek, ezek nagyon-nagyon sokszor nem működőképesek. Tehát az, amit Laci mondanában teljesen igaza van, hogy itt modellekről beszélünk, és gyakorlatilag modellekkel próbáljuk egyébként ezeket az embereket integrálni, de hogy egyébként miben akarjuk integrálni, ez nagyon-nagyon sokszor homoályos. Egyszerűen nincsen rögzítve. Nyilvánvalóan ahhoz, hogy ezt rögzítsük, ehhez kellene valami filozófiai alap, de a filozófiai alap meg azért nem megy, mert azt meg borzasztó nehéz átadni, úgyhogy végül is aztán ezzel jön a populisták ideje, és gyakorlatilag átadjuk nekik a terepet, mert ők mindig sokkal egyszerűbben meg tudják fogalmazni ezeket az identitáspolitikai üzeneteket, meg címkéket, és aztán ezeknek általában sokkal nagyobb a vonzereje, mint amit mi itt ilyen körben bármikor ki tudunk találni. Köszönöm szépen! Nagyon-nagyon szépen köszönöm! Hát, ha nincsen más megjegyzés, akkor át is térhetünk a következő párosra. Kovács Gábort és Metz Ruszkai Szilviát szólítom a színpadra. Kovács Gábort, igen, mindkettőjüket látom. Köszönöm szépen. Akkor
akkor ugye Kovács Gábor negyed órát kapna arra, hogy a két part között mindörökké típusú könyvéről, vagy nem típusú, című könyvéről beszéljen, bocsánat, parancsolj. Igen. Ezt mondják Frágyi elszólásnak. Igen. De jó, hogy a címet szóba hoztad, mert ugye ezzel kezdeném, és ez egy lényeges dolog. A könyvem sok mindenben kapcsolódik a Lajosnak a könyvéhez, számos szállal. Ezek a számok, szállak részben formailag, részben pedig tartalmiak. A forma egy az, hogy ezt is a Liget kiadó adta ki. Ugye a holnapi napon lesz Hévízi, ott tudnak egy könyvvitája, ugye a filozófia szintere, ugye a Ligetet csalnak, és nem tudom micsoda, de hát ugye ez a Liget. Ugyanakkor hát műfajilag is hát van, hogy mondjam, hasonlóság. Ha a könyvnek a zsánerét akarjuk meghatározni, akkor azt lehetne erre is mondani, hogy eszékről van szó, politika